Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. A következő néhány percben a gyermeknapi programok mellett hallhatnak még színházi előadásokról, koncertekről, sportos programokról és moziajánlóról is. Május 28-án vasárnap tartják a Salgó-Tarjáni gyermeknapot a Városi Sportcentrumban. A vidám programok 10 órakor kezdődnek családi vetélkedővel, bohóc műsorral, táncprodukciókkal, focitornával és vidámparkkal. A gyermeknapon fellép a Tom Peti és Barátai zenekar. Szeretettel várják a családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. A színház kedvelők aznap 14 órától a József Attila Művelődési Központban egy tündéri mesejátékot is láthatnak a Gárdonyi Géza Színház előadásában. A Tündér Mira című környezetvédelemről szóló családi előadásra kedvezményes belépőjegyek még vásárolhatók. Május 29-én 14 órától a Molnár Tibor bérlet keretein belül láthatják a Balassi Tánc Együttes Láda Fia című mesejátékát a József Attila Művelődési Központban. A klasszikus népmesei motívumokat felvonultató történet a néptánc segítségével tárja a nézők elé Szerencsés Dániel kalandjait, küzdelmeit, próbatételeit. A darabot dinamikus zene, gyönyörű jelmezek, ötletes díszletek és sodró tánc jellemzi. Jegyek még kaphatók. A Salgó-Tarjáni közönség május 26-án 19 órától láthatja a Bécsi Vér című előadást a József Attila Művelődési Központban. A darab egy kellemesen szórakoztató, ironikus, de mégis nagyon vidám operett a Magyar Zenés Színház és a Veszprémi Petőfi Színház közös előadásában. A szereplők olyan sikeresen kuszálják össze a szálakat, hogy a második felvonásra a néző csak kapkodja a fejét és nem érti, ki kinek udvarol. A darab elrepíti a közönséget a 19. század végi bécsi hangulatba, a Kelet-Párizsába, a bécsi operett születésének korába. Szólójegyek még vásárolhatók a Művelődési Központban. Május 25-én a Sztropkói Fotóklub kiállítását nyitják meg a József Attila Művelődési Központban. A megnyitó 17 órakor kezdődik az intézmény fotógalériájában, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Milleniumi Emlékműnél május 28-án koszorúzási megemlékezést tartanak a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából. A megemlékezés 10 órakor kezdődik a Szent József plébánia templom parkjában. Minden érdeklődőt várnak. A legendás Apostol Együttes ad koncertet Salgó-Tarjánban. A nagy múltú zenekar június 2-án 18 órakor lép fel a József Attila Művelődési Központ színház termében. A koncertjegyek az intézményben vásárolhatók. Május 31-én országosan több városban rendezik meg a kihívás napját, amiből természetesen Salgó-Tarján sem maradhat ki. 9 órakor a sportcentrumban középiskolás és általános iskolás diákok versenyeznek, majd délután 2 órától streetball és nyílt asztali tenisz verseny várja a kilátogatókat. 10 órától a főtéren tornázhatnak együtt Háger Jenei Krisztivel, majd az óvodások sorversenyével folytatódik a program. Az Apolló moziban szerdától a Karib-tenger kalózai, Szarazar bosszúja című filmet láthatják. Az oly sokak által kedvelt Jack Sparrownak ezúttal az ördög háromszögéből kiszabadult Szalazár kapitánnyal és legénységével kell szembenéznie, akik elhatározzák, hogy kiirtják az összes kalózt. Sparrownak nincs más esélye a túlélésre, csak ha megtalálja Poseidon legendás láncsáját, ami legyőzhetetlenné teszi a birtokosát. A rendezvényekről bővebben tájékozódhatnak a www.stkult.info weboldalon vagy a Tarjáni műsorfüzetben. Figyelem, a József Attila Művelődési Központ jegypénztára átmenetileg június 1-ig minden hétköznap 11-től 16 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük! A programokhoz jó szórakozást kívánok!